négy szócskát üzenek. Kölcsey Ferenc emléklapra című költeményének bevezetője a címe, annak a filmnek, amely a költő életművét mutatja be. Az alkotásban Csikós Sándor, Kossuth Díjas színművész, mint temetőőr meséli el, hogy a népi emlékezet szerint mi okozta a halálát Kölcsey Ferencnek 1838-ban. Úgy volt, megfázott a tekintetes úr, és be is lázasodott, és akkor kapott egy levelet a császártól. De nem postán küldték, hanem darabontok hozták. És az a levél át volt itatva méreggel, úgyhogy amikor Ferenc tekintetes úr kinyitotta, felszállt valami por, és a tenyerét is átitatta valami méreg, abba halt bele. Igen. Az alkotásban számos írását felidézik színművészek, például azt a pillanatot, amikor Kölcsey otthagyva Debrecent, Pestet és Pozsonyt visszaköltözik Szatmárcsekére. Az én lakom nem áll most többé, s nem Pozsony, hanem Cseke. A puszta magányos falu Szatmárnak végső szélein. A filmben több vers is elhangzik, többek között a húszt, amit Pregicer Fruzsina mond el. Bús düledékeiden húsznak rombára. Megállék. Csend vala. Felleg alul szállt fel az éjjeli hold. Szélkele most, mint sírszelek él. S a csarnok elontott oszlopi közt lebegő rémalak inte felém, és mond. Honfi, mit ér epedő kebele romokormán? Régi kor árnya felé visszamerengni mit ér? Messze jövendővel komolyan ves összve jelenkort. Has, alkos, gyarapíts! S a haza fényre derül. Isten áld meg a magyart! Jó kedvel, bőséggel! Nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Bal sors, akit régen tép, hozz rá vígesztendőt. Megbűnhötte már a nép a múltat s jövendőt. Az alkotást az évforduló napján, vasárnap 20 órától mutatjuk be a Kölcsey televízióban.